A B33, azaz a kosárlabda 3-3 elleni játékvezető felügyelete mellett űzött változata egyre népszerűbb, köszönhetően többek között annak, hogy a Nemzetközi Szövetség sokat tesz azért, hogy bekerüljön az olimpiai programba. A B33 tavaly mutatkozott be a diákolimpiai sportágak között. Az 5.-6. korcsoportban nyílt versenyt rendeztek, azaz az amatőrök mellett az egyesületi színekben szereplő kosarasok is pályára léphettek. A nyíregyházi Évisz csapata a megyei döntőt követően az országos elődöntőben is a legjobbnak bizonyult, így bejutott a pécsi fináléba, ahol a 10. helyen végzett. A csapat edzője szerint a rendezés hagyott kívánnivalót maga után. Az ország összes bejutott csapata egy kicsit kritizálta azt a dolgot, hogy a selejtezőt, a megyei döntőt is tornateremben rendezték, és utána pedig az országos döntőt streetball jelleggel kitették szabadtérre 35 fokba. Nem tudtuk mi levélni egyébként ezt. Szerencsésebb lett volna, hogyha elkezdjük tornateremben, és tornateremben végezzük ezt az egész lebonyolítást. Tornateremben azért sokkal jobb lett volna a pályának a minősége, itt azért sokszor elszakadt a mobilpálya, dühöntek a játékosok, baleset veszélyes volt. Annyira nem voltunk, megmondom őszintén, megelégedve az országos döntő rendezésével. Az Évisz kosarasai még két országos döntőben szerepeltek. Az amatőrök között a fiúk az 5., a lányok pedig a 7. helyet szerezték meg.